A vevőnek ki sem kell lépni az otthonából, hogy friss áruhoz jusson. A termelőnek nagyobb biztonságot adhat, ha ezen a platformon is eladhatja portékáját. Segíthet abban is, hogy helyben, szinte otthonról is el tudja adni az áruját, de akár a meglévő piacokra is szállíthat úgy, hogy jobban tervezhető lesz a szállítandó árumennyiség. Már előre megkaphatja a megrendeléseket a vevőtől, és el tudja készíteni otthonat a zöldséget, vagy a gyümölcset, és tudja azt, hogy mennyi mennyiséget vigyen ki a piacra, így hogy nincs pazarlás. Pikáli Róbert a legnagyobb szociális hálón alakított ki egy közösséget, amely felületen online találkozott a kereslet a kínálattal. Már a közel 5000 tagja van a csoportnak, tehát megtelt. Lépni kellett. Ezért is indult el április közepén az online alkalmazások fejlesztésével foglalkozó Asztalos Zoltán segítségével a www.termelőipiac.sk honlap. Lényeg ennek az egésznek az, hogy itt tényleg ne kerüljön erre a weboldalra semmilyen behozatal, se a zöldség, se a, így fogalmazom, az élelmiszer oldalán, se a kozmetika oldalán, se a játékok oldalán, hanem itt, ezen a termelői piac online oldalon tényleg csak a hazai termékek, a hazai gazdáktól, hazai termelőktől és a hazai kézműves dolgokat fog lehetni felajánlani, mint megvételi termékeket. A piac terek bezárása után Polgár Sándor észak-komáromi méhész is a Facebookon kezdte el kínálni mézeit. Elmondta, hogy több árut adott el, mint amikor piacozott. Az ifjú méhész már az újra megnyitó észak-komáromi vasútúti piacon is kínálta finom és egészséges portékáját az elmúlt héten. Díjazza a virtuális termelői piac megnyitását, a honlap elindulását. Ez egy nagyon pozitív dolog, ez a internetes termelői piac, nagyon hálásak vagyunk érte, hogy próbálnak így is segíteni rajtunk, és előre mozdítani ezt a dolgot, támogatni a termelőket. Erre bizony, hogyha most is nem tudni, hogy meddig fog működni ez a piac. Tehát most kinyitottak, lehet, hogy 2 hét múlva megint zárva vagyunk, tehát mindenképpen be kell rendezkedni a házhoz szállításra is. Bujna Zoltán észak-komáromi városi képviselő is regisztrált az oldalon. Az én feleségem Szegedről származik, és a családnak a piros paprikáját, csípőset és édeset kínálunk a termelői piacon. Előtte is árultuk Szlovákiában a paprikát, de főleg postán keresztül, és most észrevettük, hogy az embereknek nincs igazán kedvük postára járni, meg mi se szívesen állunk sorba, és ekkor jött képbe ez a termelőipiac.sk oldal, ahol megkínáltuk a paprikát, és azt vettük észre, hogy a komáromi újvári járásban nagy keletje van. A honlapnak a nagy előnye szerintem az, hogy név szerint megismerkedhet a vásárló az eladóval, megismernek engem is a vevőim, és ez egyfajta garanciát vállal, vagy nyújt szerintem a vevőnek, hogy igen, tudja, kitől származik az áru. Az online piacoknak akkor is megvan a létjogosultságuk, funkciójuk, amikor nyitva vannak a kültéri piacok, hiszen sokan már inkább választják a vásárlás ezen formáját. Ez az online felület, ez éjjel-nappal elérhető, és amikor az embernek ideje van, akkor felugrik, megnézi, hogy éppen a termelő mit kínál, láthatja az árakat, össze tudja hasonlítani, egy felületen lát mindent, és könnyen leadhatja a rendelést, utána pedig kényelmesen az otthonában megvárja, amíg kiszállítják. Az eladónak a vásárlói köre is növekedhet. Tud terjeszkedni a járáson, vagy a megyén kívül is. És akár új munkahelyek is létrejöhetnek e honlapnak köszönhetően. A termelőipiac.sk honlapon ingyenesen lehet jelen az eladó és a vevő is. Az oldalt és a szolgáltatásokat folyamatosan fejlesztik majd. Most éppen futárszolgálat elindítását tervezik.